Kedves doktornő, évek óta izzadok, és nagyon szeretnék már megszabadulni ettől a problémától. Nem tudok színes pólókat felvenni, mert rögtön lehet látni az izzadságot a hónaljam alatt. Próbálkoztam már mindennel, gyógyszertári készítményekkel is, de nem segített. Tud-e segíteni? Az izzadság az komoly problémát okoz, elsősorban fiatalok érkeznek ezekkel a panaszokkal, és a hátterében ez nagyon sok ok lehet. Viszont az eseteknek mondhatom, hogy a 90%-ában nem lehet okot kimutatni, hanem elsősorban stressz hatásra történnek ezek az izzadások. Főleg a hónaj, a tenyér, a talp, ahol kellemetlenül lehet izzadni, és ez bizony a szocializációban is gátolja az illetőt. Egy nagyon-nagyon jó megoldás, és sok betegem azt mondja, hogy kár, hogy csak ilyen soká jutott a tudomására, szintén a botox kezelés, akár hónajban, akár tenyéren, akár talpon. Amikor megfelelő dózisban botoxot adunk, botox, apró pici botox injekciókat adunk a hónajba, és ez 8 hónapra, akár egy évre is megszünteti az izzadságot és az izzadást. Gyakorlatilag helyi érzéstenítést alkalmazunk, de erre nem is igazán van szükség, nem nagyon fájdalmas ez. Apró pici szúnyogcsípések egy hónapban, 15 pici szúnyogcsípés a nagyon vékony tűvel, és megszabadulunk az izzadságtól. Gyakorlatilag gátolja a botox a verejték mirigyeknek a működését, és amennyiben a 8-12 hónap elmúlik, nem fog jobban verejtékezni az illető, nem lesz rosszabb ennek a hatása, nincs egy visszaütő hatás. A verejtékezés épp olyan szintre áll vissza, mint annak előtte volt, vagy amennyiben ez a stresszre kialakuló izzadás kezd csökkenni, mert azért ez egy néhány év alatt meg szokott szűnni, akkor ez csökkenő tendenciát is mutathat. A tenyéri, illetve a talpi botox kezelésnél ez már egy kicsit fájdalmasabb, ezt lehet akár bódításba csinálni, de sokan nem kérik a bódítást. Ugye ott sokkal több az idegvégződés, ott érzékenyebb a kézbőr, ott a hatás is 6, illetve 8 hónap, viszont hatékonyan lehet ezt a kezelést végezni. Mindenki úgy kell fel a kezelőasztalról. Ha ezt tudtam volna, hogy csak ennyi, akkor már rég itt lettem volna, és ha tudtam volna, hogy ilyen jó hatással van, akkor szintén jöttem volna. Azt kell mondjam, hogy 95%-os a visszatérők aránya a botox hónai izzadás kezelése után. Annyira elégedettek ezek a jó eredményekkel, és hát pszichésen is nyilván felszabadul az ember, amikor nem kell azt figyelni, hogy a Istenem, nem vehetek fel színes pólót, színes inget, nem vehetem le ezt a pulóvert, jaj, valamivel takarjam, nem merem felemelni a karomat, mert meglátszik az a kellemetlen izzadság volt, ami természetesen hát nem egy kellemes látvány. Amennyiben ezt az erős izzadást csökkentjük, ugye hát akkor a testszag is, tehát a hónajszag is ennek megfelelően kevesebb lesz, tehát ezzel sem nézünk gyakorlatilag ilyen mértékben szemben.